A kormány mai ülésén áttekintette a járványügyi helyzetet Magyarországon és európai összefüggésben is. A járvány terjedése felgyorsult, Ausztriában már másfélszer annyi az 1 millió főre jutó fertőzött, mint Magyarországon. Nyugatabbra pedig még ennél is rosszabb a helyzet. Ez azért fontos, mert tapasztalataink szerint Magyarország 5-7 nap késéssel követi Ausztriát. Ha így lesz, és eddig így volt, akkor december közepére kórházaink elérik a teljesítő képességük határát. A járvány most is épp úgy, mint tavasszal, az idősek és a krónikus betegek életét veszélyezteti leginkább. Vagyis a szüleink és a nagyszüleink komoly veszéllyel néznek szembe. Eljött az ideje, hogy újabb lépéseket tegyünk, amikkel megvédhetjük a kórházak működőképességét, és megvédhetjük az idősek életét is. A politikai vitákat most félre kell tenni, gyors cselekvésre és időben meghozott intézkedésekre lesz szükségünk. Legutóbb is 2 hét kellett, hogy az országgyűlés olyan jogszabályokat fogadjon el, amivel büntetni lehet a maszkviselés szabályainak megsértését. Ez abszurd. Ebben a helyzetben végképp abszurd. Ha a vírus terjedése gyors, akkor nekünk is gyorsnak kell lennünk. Ezért a kormány úgy döntött, hogy ma éjféltől ismét bevezetjük a rendkívüli jogrendet, és arra kérjük az országgyűlést, hogy ezt a rendkívüli helyzetet 90 nappal hosszabbítsa meg. Ma újabb döntéseket is hoztunk a kormányülésen. Rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban, színházakban csak minden harmadik széken lehet ülni, és a maszk használata kivétel nélkül kötelező. A hatóságok minden rendezvényt ellenőrizni fognak, ha kell, pénzbírságot szabnak ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be a szabályokat, be fogják zárni. Azonnal be fogják zárni. Ugyanis aki nem tartja a szabályokat, nem hord maszkot, nem tartja a védőtávolságot, az nem csak a saját, de mások életét is veszélybe sodorhatja. Az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását a szórakozó helyeken egész egyszerűen lehetetlen kikényszeríteni. Ezért javaslatukra úgy döntöttünk, hogy a szórakozó helyeket bezárjuk, éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptetünk életbe, ami azt jelenti, hogy éjfélig mindenkinek haza kell érnie. A zsúfoltság mérséklése érdekében, mármint a tömegközlekedési eszközökön, a reggeli és déli csúcsforgalomban járatsűrítést rendeltünk el, és újra ingyenessé tettük a parkolást. Az orvosok bérét megemeljük, a védekezéshez szükséges eszközök a kórházak rendelkezésére állnak, kórházi ágyak tekintetében Európában a harmadik, lélegeztetőgépek tekintetében pedig világelsők vagyunk. Orvosaink és ápolóink továbbra is világszínvonalon végzik a munkájukat, és mindent megtesznek, hogy meggyógyíthassák a betegeket. Ez sok, szinte emberfeletti, de mégsem elég. A végső megoldás ugyanis a vakcina. De a vakcina már látótávolságon belül van, ki kell tartani, addig kell kitartani, amíg a vakcina meg nem érkezik. Tárgyalunk az Európai Unióval, Oroszországgal, Kínával és Izraellel is. A helyzet komoly, de tavasszal egyszer már sikerült. Ha összefogunk és betartjuk a szabályokat, együtt újra sikerülni fog.